Sziasztok, Berlinben vagyunk az IFA 2016-on, és itt egy új Sony telefon van a kezünkben, méghozzá az Xperia XZ telefon. Gyönyörű kis készlék, ami 5,2 incsel, mint egy prémium készlék, ami nem túl nagy a Sonytól, továbbiakban is vízhatlan, és egy új dizájnnal rendelkezik most a Sony teljesen. Még mindig kettő hangszóró van neki, de különleges kamerák majd, hogyha megnézzük a hátulját, 23 megapixeles szenzorral rendelkezik, egy 24 mm-es lencsével, 5-szörös clear zoom technológiával, ami nem azt jelenti, hogy optikailag fog zoomolni, hanem tényleg csak digitálisan, ami különleges, hogy itt vannak hibrid szenzorok, hogy a fókusz majd gyorsabban történjen meg például a lézerrel, meg itt a színeket is méri, meg persze van egy kis lámpa, hogy majd sötétben tudjunk persze azt is használni fotózásra, meg csak világítani. Ha megnézzük a hátulját, egy komplett fémházat látunk majd, amit a hátulján egy különleges anyagból van, legalábbis ez a rész különben egy standard, azt hiszem acélházban van, ami nagyon kellemes, itt fekete színben egyenlőre, de van kettő másik színben is. Itt ezen a végén látjuk majd, hogy lehetne beleadni a SIM kártyát és a microSD-t, hogy a belső tárát majd lehessen bővíteni. Nano SIM kártyával működik ez a készlék is, majd persze, mint a manapságban mindegyik telefon. Hogyha kihúzzuk ezt a részt, például kicseréljük a SIM kártyát, meg a microSD-t, ki fog kapcsolni a telefon, úgyhogy ezt már is megint bekapcsolom. Közben mutatom a többi oldalról is, méghozzá, mint ahogy itt látjátok, például van egy, még mindig egy felhajtó be- és kimenet egy mikrofonunk a tetején, már indul is elfelé a telefon megint, mert bekapcsoltam, alul egy USB-C dugónk, ami most új, igazából az új Xperia XZ telefonnal, ilyen még nem volt Sonynak ilyen dugós készüléke, és egy mikrofont is látunk itt az alján. Van egy külön dedikált kamera gombunk, meg hangerőszabályozunk, és persze egy kis bekapcs gomb, ami volt továbbiabban, és a Z5 óta most megint az új lenyomatunkat is itt bele tudjuk majd rakni, hogy bármelyik újjal, akár maximálisan 5 újjal lehessen majd itt bejelentkezni a telefonnal. Persze most ez most nem kell egyenlőre még, mert ez egy tesztkészlék, úgyhogy szépen gyorsan be tudtam itt majd nektek mutatni például az első kamerának is a minőségét, hogyha rámegyek rövid a kamerára, akkor látjátok majd a 13 megapixeles, 22 mm széles látókörű kamerának a jó minőségét itt a kolléganőmmel, aki tartja a kamerát, de különben, hogyha megfordítjuk itt fent ezt a szoftverben a kamerát, látjuk itt egy karéra pályán lehetne majd kocsikázni, például most Sonynál itt az IFA 2016-on, és kipróbálni, hogy milyen gyors tényleg a kamera, mert 0,6 másodperc alatt lehet akár egy fotót lőni, hogyha itt belemegyünk, és vagy menjünk a gombot, akkor már is elég gyorsan fog majd elve egy fotót csinálni, de ezt a minőséget majd kipróbáljuk, azt is, hogy 4K-ban tényleg tud-e felvenni, meg hogy milyen a hangminőség, és itt alul meg felül a dual hangszórós hangszórókkal, és a többi színet itt is még röviden nem tudom, méghozzá itt van a Platin, méghozzá egy másik szín, hogyha ezeknek tetszik, főleg hátul, még egy szín összehasonlító videót is fogok csinálni, nektek persze még van egy sötét kék, ami Samsungnak igazából kedvenc színedét egy kicsit máshogy hívta, Sony, ezt is majd külön bemutatom egy összehasonlító videóban, azt is, hogy a Samsung telefon például az 5,1 incses Samsung Galaxy S7 méretben, például hasonló méretben, hogy betegszik itt majd a Samsung, vagy a Sony Xperia XZ telefonnal, ami vízhatlan, ez még mindig vízhatlan, sajnos az X Compact már nem vízhatlan, de ezt majd úgy is ki fogjuk próbálni persze, hogy fürdőben, zuhanyban, meg hasonló helyen, hogy megmutassam, hogy tényleg lehet olyankor használni. De nem gábalás, sziasztok! Ez volt a Sonynak az Xperia XZ telefonja itt Berlinből, legközelebbi ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornákra, és sziasztok!